Köszöntöm Önöket! Egészen az ókorig repíti vissza az időben a látogatókat az Aquincumi Múzeum Róma Aquincumban című kiállítása, amely nem csak a világhírű vízi orgonát, de a helytartói palota kincseit is bemutatja. Tartsanak velünk és ismerjék meg a páratlan leleteket! Mint oly sok minden más, az is csupán egy véletlennek köszönhető, hogy megtalálták az ókori Aquincum nyomait. A 18. században egy szőlősgazda ugyanis ásás közben római kori padlófűtés nyomaira bukkant. A további kutatások pedig aztán páratlan kincseket hoztak felszínre. Ilyen például a világhírű Aquincumi vízi orgona vagy a helytartói palota. A különleges leleteket az Aquincumi Múzeum Róma Aquincumban című kiállítása tárja a látogatók elé, felidézve a település virágkorát. A császároknak mindig érdekükben állt a határmenti térségek települések fejlesztése és erős településé való felfejlesztése. Ez volt Aquincum esetében is a helyzet, tehát elsősorban a II.-III. század az, ami itt a virágkornak tekinthető. Ebben az időszakban nagyon sok központi támogatást is kap úgy a provincia, mint a főváros, tehát a legfontosabb épületek, az infrastruktúra, mind, amit ma most látunk római kori emlékek közül, ezek elsősorban a II.-III. századi állapotot mutatják. Tehát elsősorban inkább stratégiai okai voltak Aquincum és a provincia megerősödésének, és ez a szituáció aztán egy kicsit később, a III. Század második felétől, és hát főleg a IV. Századtól kezdve a folyamatos keleti barbár nyomás miatt, tehát a különböző népvándorlások megindulása miatt, aztán ez lassanként azért fokozatosan veszélybe kerül, nem csak gazdaság, hanem katonapolitikai problémák is felmerülnek, átalakul a struktúra, a hadászati változások, megjelennek a inkább mozgatható, mobilisabb csapategységek a római hadvezetésben vagy hadseregben is. Tehát az már egy kicsit hanyatlóbb korszak, alapvetően a virágzó időszak az a III. Század eleje és a II. Század vége. Aquincum egy kicsi nyitett Rómaként működött. A két település több tekintetben is hasonlított egymáshoz. Össze lehet hasonlítani a két település, noha nyilván nagyságrendi különbségek vannak a kettő között, és egy kicsit szerkezetileg is más a történet, hiszen Róma, mint a birodalom fővárosa működött, Aquincumban pedig különböző jogállású településekből tevődött össze maga a provincia főváros. A központ ugye egy katonai tábor, a Flórián téren található 6000 katonát befogadó légiótábor volt, és a körülötte kialakult katonaváros képezte a valódi provincia adminisztratív székhelyét, és ettől egy picit északabbra, ahol most is vagyunk, alakult ki maga a polgári település, az úgynevezett polgárváros, elsősorban inkább kiszolgált katonák és családtagjaiknak a lakóhelye. Tehát ilyen módon összességében egy 50-60 ezer embernek a lakóhelyéről lehet beszélni a három település együttes tekintetében a II. És III. Században Krisztus után. Róma esetében ugye ez egy milliós nagyváros, tehát lényegesen nagyobb, és hát gyakorlatilag a császári testőrségen kívül más katonai egység nem is állomásozik Rómában. Alapvetően egy civil nagyvárosról, egy metropoliszról van szó. Ugye Rómán belül rengeteg különböző típusú lakónegyed, közigazgatási negyed, különböző fórumok, abból is számtalan szakrális helyek, templomok sorakoztak egymás mellett, több amfiteátrum, cirkusszal rendelkezett, rengeteg, tehát több százas nagyságrendű fürdőépülettel rendelkezett Róma, tehát egy egészen más nagyságrendet kell elképzelnünk, de ugyanezek az elemek kicsiben, sokkal kevesebb számban, de megtalálhatók voltak Aquincumban is. Vannak azonban hasonlóságok is, például ha megnézzük a közfürdők számát, abból Rómában is csak mindösszesen 11 darab volt, Aquincumban 9, tehát nem túl nagy a különbség. Ugye amfiteátrum a Aquincumnak 2 van, ami nagyon érdekes, hiszen a katonavárosnak és a polgárvárosnak is van egy. E tekintetben hasonlítunk egy kicsit más Pannoniában lévő településekhez, tehát ez is egy nagyon fontos eleme, ugye Rómában pedig ott a Kolosseum, ugye egy kicsit más dimenzió, de azért mindenképpen nagyon hasonló szerkezet. A császárt a provinciában a helytartó képviselte, neki épült az a 7 hektáros területen elterülő fényűző palota, amelynek nyomait a hajógyári szigeten találták meg. Az onnan felszínre hozott mozaikokat és más értékes tárgyakat egy a helytartói palota hangulatát megidéző kiállító térbe helyezték el. Ez a mozaik részlete a helytartói palota fürdő szárnyából került elő. Egy hatalmas nagy teremnek egy pici részletét látjuk itt, tehát tulajdonképpen kevesebb, mint az egy negyede az, ami itt most ki van állítva. Természetesen nem falon volt ez a mozaik padló, hanem a földön, de hely
takarékosság és helyhiányokából ezt a falon tudtuk kiállítani, illetve az ezen látható ábrázolások is azért a látogatók számára inkább így a falon mondanak többet. A fürdőhelységnek a központi, vagy a fürdőhelységek közül a központi teremben volt megtalálható ez a mozaik padló, a közepén volt egy összefolyó, egyébként pedig ennyi maradt meg a padló díszítéséből. Tulajdonképpen itt a szegélyét látjuk lent a mozaiknak, ami nyilvánvalóan körbefutott, középen pedig úgynevezett nílusi jelenetet, vagy folyami, vagy tengeri jelenetet ábrázolt az egykori mozaik készítő. Ugye különböző halakat, illetve hát egészen egy delfint látunk. Ugye a delfin ábrázolásban nem teljesen élethű vagy hiteles ez az ábrázolás, ennek azért nagy valószínűséggel az az oka, hogy a készítője nem látott soha eredeti delfint, vagy igazi élő delfint, hanem valószínűleg korábbi minták alapján, képek alapján dolgozott ő is. Minden esetre itt ezekkel a sás motívumokkal alapvetően egy ilyen vizes folyami környezetet szeretett volna megjeleníteni, és a szélén, amiből sajnos elég töredékesen látunk csak részleteket, szintén halakat, illetve egy vízimadarat ábrázolt az egykori mozaik készítő, tehát ez alapvetően témájában jól illeszkedett a fürdőhöz, ugye a vizes környezethez, és hát tekintettel arra, hogy nagyon szerették a rómaiak az exotikumot, a különböző exotikus tájaknak az ábrázolását, akár falfestményen, akár mozaikon, úgyhogy nem véletlen, hogy a helytartói palota igen reprezentatív egyik termében is ugyanezt a motívumot vették elő. Itt nem a fantáziára van teljesen hagyatkozva a mozaik készítő, hanem minták alapján dolgozik, tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy valamiféle előképeket, hasonló mozaikokat lát, és az alapján készíti el a tervet, azt alakítják aztán ki mozaikból. Alapvetően ez egy viszonylag durva, nagyobb szemű mozaiknak tekinthető. A múzeum gyűjteményében vannak ennél lényegesen finomabb kidolgozású mozaikok is. Ez pedig már az aquincumi víziorgona, amely világviszonylatban is igen ritka leletnek számít. Az aquincumi múzeum leghíresebb tárgya a lelete, vitathatatlanul az aquincumi víziorgona, amely pontosan ennek az épületnek az építésekor került elő. Akkor ugyanis a pince ásásakor egy római épületbe ütköztek az építők. Ekkor érkezett ki a helyszíne Nagy Lajos régész, aki a feltárást irányította, és aki a római épület pincéjében lezuhanva számtalan bronztárgyat talált, amelynek a feltárása során körvonalazódott, hogy itt valójában egy hangszerről van szó, az úgynevezett víziorgonáról, amelynek számtalan bronzalkatrésze, sípja és egyéb más kisebb-nagyobb bronzalkatrésze került elő. Arról lehetett szó, hogy maga az épületben található víziorgona az épület leégésekor lezuhant a pincébe, és később az épület helyreállításakor rómaiak a pincét már nem állították helyre, betöltötték, és így maga az orgona is ott maradt. Rendkívül érdekes tárgyról van szó, ez egy kisméretű víziorgonának a darabjait látjuk itt valójában, amely egy rendkívül elterjedt és népszerű hangszer volt a római korban, mozaik ábrázolásokon, egyebeken sokszor találkozunk velük, sőt más feltárásokban, akár a mai Görögország területéről, sőt Pompejből is vannak kisebb töredékek, de így egyben orgona sehol másút nem maradt meg a római birodalomban. 52 sípját ismerjük ennek az orgonának, eredendően feltétlenül azért sokkal több darabból állt maga a tárgy, illetve nem pontosak az ismereteink az orgona alsó részéről. Ez nyilván azért van, mert nagyon sok falkat része is volt ennek az orgonának, ami megsemmisült, elpusztult, ezek nem maradtak ránk. Ezért aztán mind a mai napig vita folyik arról a kutatók körében, hogy ez vízzel és levegővel, vagy csak vízzel, vagy csak levegővel működtetett orgona volt. Mind a kettőre készültek, vagy mind a többfélére készültek már rekonstrukciós kísérletek, mindegyik megszólaltatható és nagyon különleges, érdekes hangjuk van. Nekünk van egy megszólaltatható orgonánk, ez a 30-as évek közepén a pécsi Angstergyár kivitelezésében készült, ezt mind a mai napig rendezvényeken használjuk, megszólaltatjuk. Ez most pneumatikus, tehát levegővel működtetett orgonaként működik, hátul két fújtató van hozzá, tehát minimum kettő ember kell a megszólaltathatásához, mert az egyik fújtat és a másik pedig játszik az orgonán. Az érdekessége és különlegessége és egyben a nagy szerencse is ezzel a tárgyal kapcsolatosan, hogy fennmaradt egy feliratos bronztáblája ennek az orgonának, amelyen minden olyan információ szerepel, amit egy régész szeretne megtudni egy tárgyról. Mi ez a tárgy, ki adományozta és mikor, mind a három szerepel rajta. Mindjárt az első sorban az adományozó nevét lehet olvasni. Caius Iulius Viatorinus adományozta ezt az orgonát, ugye Hydrának van, szerepel a latin neve, méghozzá a két konzul, akik ennek az időszakában
maga az orgonadományozás történt, szintén fel van tüntetve. Ezt pontosan tudjuk időkészítés után 228-ban történt, tehát ezek az adatok pontosan szerepelnek rajta. Az orgona feltárása óta ki van állítva, ez azt jelenti, hogy azóta rengeteg embert vonzott maga ez a tárgycsoport teljes joggal, hiszen egy rendkívül unikális leletről van szó. A kiállítás bronzból, üvegből vagy kerámiából készült edényeket, arany- és ezüst ékszereket, valamint szobrokat is bemutat. Újra régi pompájában tündököl a városmajori Jézus szíve templom. Helyreállították ugyanis az épület II. Világháborúban megsérült üvegablakait. Hogy hogyan folytatódnak a munkák, többek között erről beszélgetünk a következő percekben Bernyák Adriennel, a Sztéló Lili Kulturális Egyesület elnökével. Köszöntöm a stúdióban, és köszönöm, hogy eljött hozzánk. Kezdjük talán azzal, miért tartották fontosnak, hogy ebbe az embert próbáló feladatba belevágjanak. Üdvözlöm, köszönöm a meghívást. A Sztéló Lili Egyesület elnökeként arra gondoltam a társaimmal együtt, hogy olyan régi iparművészeti emlékeket állítunk helyre, amelyek megsemmisültek vagy megrongálódtak. Többek között ezzel a céllal alakultunk, hogy ezeknek a helyreállításában szerepet vállaljunk, részt vegyünk. És elsőként a városmajori Jézus szíve plébánia templom Szent Erzsébet ablakára esett a választásunk. Talán néhány mondatban emlékezünk meg Sztéló Liliről, aki ugye korának egyik legkiemelkedőbb iparművésze volt, de mégis mit tette őt igazán nagyjá, és mi minden fűződik az ő nevéhez? Igen, valóban Sztéló Lili a két világháború között alkotott, és olyan jelentős munkái voltak, amelyek világkiállításokon elismerésben részesültek. Így például a városmajori templom Kálvária ablakára kapott 1937-ben a párizsi világkiállításon nagy díjat. Elsősorban katolikus templomok számára készített üvegablakokat, tehát számos több tucatnyi templomban felfedezhetők az ő munkái, így a győri gyárvárosi templomban, a veszprémi templomban, Vasaréten is látható, és hát ugye a városmajorban készült el az ő tervei alapján 6 üvegablak. Amelyek sajnos megsemmisültek, ugye a II. Világháború során egy bomba találat érte a templomot, és akkor berobbantak ezek az üvegablakok. Hogyan tudják, hogyan tudták rekonstruálni, hogy hogyan néztek ki eredetileg ezek az ablakok? Hát 1942-ben érte a bombatámadás a templomot, a szentély mellett csapódott be a bomba, ami ripityára törte az akkor már elkészült 6 üvegablakot, és részben még Sztéló Lili tervei és felügyelete alatt sikerült helyreállítani 2 ablakot, és akkor a 2000-es évektől kezdődően a többi 4 üvegablak is elkészült. Ez azért fontos, mert itt megvoltak az eredeti Sztéló Lili tervek, tehát eredeti tervek alapján tudtuk mi is a Szent Erzsébet ablakot helyreállítatni. Ugye egy 35 négyzetméteres ablakról beszélünk, ami 18 jelenetben mutatja be Szent Erzsébet életét, és 3 szakaszban készült, és júniusban pedig már június óta teljes pompájában látható. Ezzel a 6. Szent Erzsébet ablakkal, ami elkészült, itt ez volt az utolsó, amire voltak rendelkezésre álló tervek. A többire nem készített Sztéló Lili terveket, nem volt már rá alkalma. Ezért a 7. és a 8. ablak üresen áll még. És arra gondoltunk, hogy erre a 2 ablakra országos pályázatot írunk ki, a Magyarországi Mindszenti Alapítvánnyal közösen. Ez azt jelenti, hogy 2 egyenként 35 négyzetméteres üvegablakra várjuk a terveket. 2 témánk van, az egyik ablaknak Mindszenti József bíboros, a másiknak pedig az Eucharisztia. Hogyan lehet pályázni, kiktől várnak egyáltalán pályázatot? Bárki jelentkezhet erre, vagy kell valamiféle referencia munkát bemutatni? Abszolút nyitottak vagyunk, országos pályázatot hirdettünk meg a művészeknek. Nagyon szeretnénk, hogyha minél többen jelentkeznének, és
akkor valóra válhatna Árkai Bertalan és Sztélo Lili álma, hogy a 8 díszüvegablak díszíti a Városmajori templomot. A teljes pályázati kiírás az a honlapunkon, a stelolili.hu oldalon található meg, és fontos határidők is vannak. Az első fordulóra 2019. november 30-áig lehet beadni a pályaműveket. Nagyon szeretnénk, ha megjelennének az egyéniségek. Nem tartjuk cél a vezetőnek Sztélo Lili munkáját másolni, viszont ezt nagyon fontosnak tartjuk, hogy a két új üvegablak abszolút illeszkedjen a templom hangulatához. A pályaműveket kik fogják majd értékelni, és milyen szempontokat vesznek figyelembe? 8 tagú zsűri fogja értékelni ezeket a pályaműveket. Mindenképpen fogják értékelni a templomba való illeszkedését, a kidolgozottságát, azt, hogy utána, hogy ez hogy kivitelezhető, mert ugye az a cél, hogy ez megvalósuljon, és kivitelezésre kerüljön a templomba. A Sztélo Lili által készített üvegablakoknak mi adja az egyediségét, mi az, amitől tényleg megkülönböztethetővé válnak? Azonnal tudjuk, hogy ezt ő készítette, ő tervezte. Hát én mindenképpen a színeket mondanám. Nagyon komoly munka előzte meg egyébként a Szent Erzsébet ablak előkészítését. Itt Ritók Pál művészettörténész volt nagy segítségünkre. Az eredeti tervek és a színterveknek a tanulmányozásában, mert nagyon komoly színekkel és színkombinációkkal dolgozott Sztélo Lili, amit nem is volt egyszerű beszerezni, kivitelezni. Akkor ez egy komoly emberpróbáló munka volt. Igen, Fűri Judit üvegtervező művészt kértük fel az ablak helyreállítására, és ő készítette el. Beszéljünk még egy picit az Egyesületről, milyen további terveik vannak a közeljövőre nézve. Annak is nagyon örülök, hogy idáig eljutottunk, mert ugye 2018. januárjában fogalmaztuk meg a célt, a Szent Erzsébet ablak helyreállítását, és örülök, hogy másfél év alatt ezt sikerült teljesítenünk. Ez a pályázat azért ez egy hosszabb folyamat lesz, ugye 2020. június 15-ére születik meg az eredmény. Úgyhogy ezek olyan nagy tervek, amire most teljes erőbedobással kell koncentrálnunk, de továbbra is az a célunk, hogy a művészetet támogassuk. Nagyon szeretnénk fiatal iparművészeket, tervezőket is támogatni, akár kiállításokat rendezni. Ez a távlati cél. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm szépen. A következő percekben egy már megújult épületről, nevezetesen a Lóvas út Kulturális és Rendezvényközpontról, illetve annak őszi programjairól lesz szó, hogy mi mindenből lehet majd válogatni, erről beszélgetünk Faludi Andrással. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és hogy eljöttél hozzánk. Én köszönöm a meghívást. Kezdjük talán egy kicsi múltidézéssel. Mit érdemes tudni a Lóvas útról, hiszen egy különleges épületről van szó, ami néhány éve teljesen a pincétől a padlásig, ahogy mondani szokták, megújult. Ez így van. Mennyire a múltra vagy kíváncsi, a években mérjük, évtizedekben vagy évszázadokban mérjük a história elejét? Nagy vonalakban. Nagy vonalakban. Az 1800-as évek végén épült ez az épület, ami a környék építészeti stílusában valósult meg, és igazából az ember azt hihetné, hogyha elmegy most egy felújított épület mellett, vagy a régi képeket nézi, hogy ez egy kastély, vagy egy úri lakosztály, nem, ez egy szimpla, egyszerű közlekedési épületnek épült, csak akkoriban még megadták a módját ezeknek a házaknak. Az 1870-es években indult el a Lóvasút Budán, és ehhez építették eleinte ezt az épületet végállomásnak. Később egy baleset miatt a végállomást egy kicsit feljebb helyezték, és akkor csak egy szimpla megállóvá silányosult, de hát ezt a silány szót itt nagyon képletesen kell érteni, mert hogy egy ilyen épület nem tud silány lenni. Ebben az épületben azon túl, hogy villamos megálló vagy végállomás működött, volt egy távirda, egy trafik,
és szolgálati lakások voltak a lóvasút dolgozói számára. Mikor a lóvasútat megszüntették és villamosították a forgalmat, ugye akkor egy nagy átalakítása volt az egész rendszernek. A szolgálati lakások megszűntek, kezdett leromlani az épület, és az 1850-es, 60-as évekre pedig lényegében azt hiszem pont akkor meg is szűnt a villamos vonal. 1900. Igen, bocsánat, rossz évszázadot mondtam. Köszönöm a javítást. Igen, megszűnt a villamos vonal, és a szolgálati lakásokat alakítottak ki, befették a peron részt, és ilyen rengeteg, ilyen 15-20 lakást alakítottak ki, ilyen egyszobás, szobakonyha, mosdóhelység és mindenféle egyéb higiéniai szempontoknak nem megfelelő lakások kerültek ott kialakításra. Amikor már életveszélyessé vált az épület így a 80-as évek vége, 90-es évek elejére, akkor ugye kényszerkilakoltatások voltak, befalaszták az épületet, és a 2010-es évek közepén döntött úgy az önkormányzat, hogy így ezzel az épülettel kezd valamit, és szerencsére egy olyan csillagzat alatt született meg a terv, az ötlet, hogy megfelelő mennyiségű pénzt tudtak hozzárendelni az EGT alap támogatásával, meg a Magyar Állam támogatásával egy olyan csodafelújítást hajtottak végre, ami magáért beszél. Gondolom sokan látták már az épületet, vagy képen látták, sétáltak arra, egészen fantasztikus atmoszférát sikerült kialakítani. Milyen olyan adottságai vannak ennek az épületnek, amit programszervezői szempontból érdemes kihasználni? Egyrészt az infrastruktúra meg az architektúra önmagáért beszél. Ehhez képest, hogy az emberek fejében az van, hogy így egy kicsit kiesik a városból, Zugliget, Libegő, nem. Nagyon hamar oda lehet érni, és olyan programkínálattal lehet ott csábítani az embereket és várni az embereket, ami a természet közelsége, az épített örökség, a kulináris, gasztronómiai kínálat egybefüggésével egészen fantasztikus élményt biztosít a látogatók számára. És igen, próbálunk olyan rendezvényeket, kulturális programokat oda vinni, oda szervezni, amik erre rájátszanak, amik ezt kihasználják, ami párbeszédben van a erdővel, párbeszédben van a cukrászdával, és azzal a hangulattal, ami ott megtalálható egész Zugligetben. Hát akkor konkretizáljuk össze, miért érdemes ellátogatni a lóvasútra. Igen. Az őszi évadra három sorozattal készülünk elsősorban a látogatók számára. Elsőként az Arszakra fesztivállal közösen, ugye a kerület több pontján is lesznek árszakrás rendezvények. Három produkció lesz szeptember második hetében. Lesz egy Lackfi János est, ahol az ő írásait a ő kislánya megzenésítésében fognak elhangzani. A középső program egy Four Accord Show kórus produkció lesz. Egészen fantasztikus akapella előadásnak lehet majd szemtanulja, aki oda ellátogat. Ennek érdekessége ennek a programnak, hogy előtte a látogatók részt vehetnek azon a tárlatvezetésen, ami a helytörténeti gyűjtemény kiállító terében van, ami szintén a lóvasút épületében található meg. Valamint a hét második részében, egy szombati napon pedig Dragomán György, Szabó T. Anna és Dés Andrásnak egy közös estje lesz, ami egészen fantasztikus várakozásokkal bír, azt gondolom. A másik sorozatunk, amit most idén ősszel indul el, ez Bősze Ádámnak egy új, lényegében ismeretterjesztő előadása, Nagy zeneszerzők, nagy szerelmek címen, és 10 alkalommal lesz ez a lóvasúton, egészen most szeptembertől júniusig, most az első 4 produkció az szeptember, október, november és december. A Wagner lesz az első előadás szeptember 25-én, Mendelssohn, Puccini és Mozart került terítékre. És itt az érdekes, hogy itt nem effektíve a zeneszerzőkről lesz szó, hanem az ő szerelmeikről. Az ő szerelmeiken keresztül mutatja be Bősze Ádám, hogy kik is voltak ezek az emberek. Nem a művek hangzanak el, meg nem a művekről lesz előadás, hanem az emberről. És ez egy egészen fantasztikus megközelítés, azt gondolom.
harmadik sorozat, amit elindítunk, az egy omnibusz névre hallgat, ami lóvasút, omnibusz, van egy ilyen közlekedés történeti vonatkozása is a dolognak, de lényegében a mindenki járműve az alap filozófia benne. Ez egy családi koncert, klasszikus zenei koncert, egy testvérpár, egy háromfős testvérpár a közreműködő. És egy olyan koncepciót találtak ki, hogy azoknak a családoknak a számára is lehessen komoly zenei élmény, akik mondjuk a kisgyerekeik okán, vagy egyéb elfoglaltságaik okán mondjuk a Zeneakadémiára, vagy a MIPA-ba egyéb nagy koncerthelyszínre nem jutnak el. Ezért délután teljes klasszikus zenei felállással, de egy sokkal bensőségesebb és családiasabb koncertet hoznak létre, mutatnak be. Ott lehetnek a gyerekek, ülhetnek bent az előadáson, de külön játszósarok is lesz számukra. Tehát megteremtve a klasszikus zenei koncert hangulatát, kicsit így intimebb, családiasabb közegbe hozva. Tehát ez a három nagy sorozat, ami így végigkíséri lényegében az egész 2019-20-as évadunkat. Aztán vannak egyéni vagy önálló koncertprogramok is, ez egészen a pop-rock, jazz, világzene kategóriában mindenhol, vagy mindegyikük megnyilvánul. Lesz egy Szedör koncertünk, Szedör Szabó Krisztin, egy egészen fantasztikus hanggal megáldott lány, és egy nagyon-nagyon szép zeneiséggel bíró tünemény, aki majd szeptember végén jön a Lóvasútra. Kalmus Felicián lesz majd novemberben a vendégünk, ő egy csellista, aki klasszikus zenei műveket kicsit modernizáltabban, közelebb hozva a mai fiatal generáció számára adja elő azokat a nagy zeneműveket, amik akár a cselló irodalomban megtalálhatóak, akár egyéb más klasszikus zenei műként előfordulnak a zenei irodalomban. Illetve lesz egy nagyon izgalmas duó, Hrutka Róbert és Nagy Dániel Viktor duója, Vigama Lekkó névre hallgat a formáció. Egy ilyen jazz-rock féle hangulatot tudnak ők varázsolni, és nagyon kíváncsi vagyok erre, mert én láttam már ezt a produkciót egyéb helyszínen, inkább ipari környezetben játszották, hogy egy ilyen archaikus épületben hogy fog érvényesülni az a csoda, amit ők tudnak, erre én nagyon kíváncsi vagyok, és remélem majd mások is nagyon kíváncsiak lesznek és érkeznek. Igen. Gondolom, a művészek számára ez is egy különleges kihívás, hogy egy ilyen helyen játszhatnak. Igen, ez egy nem egy klasszikus programhelyszín, és ez nagyon sokakat megérint, és tökéletesen szívesen jönnek, és meglátják a helyszínt, és így ez a beleszeretős darab. Tehát nem voltak még esetleg ilyen körülmények között, nem adtak elő, de hogy egyszerűen nem akar nem részt venni egy ilyen produkcióban, legalábbis sok esetben ez a tapasztalatunk. Akiknek az érdeklődését felkeltettük, hol tudnak utána nézni a programok időpontjainak? Igen, hát a konkrét időpontokat elsősorban a honlapunkon, a lovasút.hu-n találják meg, illetve a 12program.hu gyűjtő oldalon is. És itt az összes többi programok. Kerületi így van, itt a kerületi programok megtalálhatóak. Köszönöm szépen, hogy eljöttél. Én is köszönöm. Friss Kultúrponttal minden szerdán este 8 órakor jelentkezünk. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!